Hello mindenki, látszódok, ez pedig itt a Cuphead DLC 13. része. Előző részben már eljutottunk odáig, hogy összeszedtük az összes hozzávalót, ugye a Wandertarthoz, és most már csak a Szaldbékárral kell harcolnunk, ami nem éppen a legegyszerűbb feladat, de egy idő után csak jó lesz. Csak kerülgetni kell itt a dolgokat. Nem pont így. Így. A franc pontja, akkor jön az eper. Ah. Na, mielőtt elvitt volna a következő szintre, meghaltam. Mindegy. Kicserélem erre a fegyverre. Múltkor ezzel talán jobb volt. Próbálok perizgetni, hogy összeszedjem a izét. Oh, franc. Franc. Mindig az a rohadt. Az a tűzgolyó, ez nekem nagyon nem tetszik. Oké. És most bevetem ezt. Meghaltam. Oké, beleértem valamibe, de ez a taktika jó, mert ezzel legalább az összes, vagyis hát a két alsó sóborszórót azt én csatára fogom, viszont akkor concentration in progress or something. Yes. Ja, rosszat nyomtam, nem dasselni kellett volna, hanem ez. Ja, a levelek is sebeznek, jó? Shit. Jó. Következő stage. Nem tudom, mi történik. Mondjuk nem erre számítottam. Ez egy rövid stage, de oké. Okay. Oh, oké. Okay. Megvan a taktik. Shit, jó, inkább kezdek újat, mert két élet mínusz az elején már nem a legjobb. Nem a legjobb karma szerint se. A franc pont beleugrottam a cukorba. Nem értem, ez miért ugrott most föl? Nem szokott felugrani. Vagy föl szokott? Lehet.
Most beleugrottam a tűzbe. Jippi. Mindig középen van a tűz, és nem szabad középre mennem, jó? Alfa. Francba a tűzzel. Pedig olyan közel voltam. Rohadt levél. De a taktika nem rossz. Jó. Ez a taktika borzasztó lesz. Franz. Rossz gombot nyomok. Thank you.
számítottam, megmondom őszintén. Az a rohadt tűzlabda. Viszont gondolkozom, igazából ez a két fegyver, ami a legjobb hozzá, mert ez követi. Csak annyi, hogy az egyik kicsit lassabb, ez gyorsabb. A szuperből is ez a legjobb. Szerintem legalábbis. Oh shit, nem kellett volna visszafordulnom. Francba a lájmal. Rohadt tűz. A francba a tűzre nem figyeltem megint. Jó. Oké, ismét sikerült. Nem sikerült eljutnom a harmadik stage-re, szóval ez korai öröm volt. Most kicsit több élettel sikerült eljutnom idáig. És pont rám esik általában. És ez az utolsó stage, ha minden igaz? Jézusom! Aha, az a szíve. Ó, franc! Mondd azt, hogy... Mert nem kellett volna sok. Ó, jó Isten, gyere le! Most taktikát váltottam, de most akkor hajrá! Ha nem sikerül, akkor úgyis vágok aztán. Na. Csak a szokásos. Rájöttem, hogy ha ezt használom, jó, hatékonyabban tudom bombázni. Mm.
Ez a legnehezebb, mert így nem... Hát mondjuk pont elértem az utolsó stage-et, csak rám esett. Zsír. Yes, megvan. Konkrétan második napra tudtam megcsinálni ezt a rohadt pályát. Igen. Konkrétan utána még egy órát próbálkoztam ezzel a pályával, de nem jött össze. HP bónuszom 1 volt, Perrim annyi volt, mint a bűn. B. A minusz. Yes. Nagyon jó, nagyon jó. És akkor úgy érzem, végeztünk a Cuphead DLC-jével. Magman, ez az, megvan. Kiszabadul? Kiszabadul. De valami szellem marad? Á, kicseréltek. Igen, átverte őket. Leomlik az egész sziget, vagy csak a pékség? Na, ő is menekül, jó van. Csak a pékség, jó. Na, Jessica azt mondja, hogy ha egy lelket kellene feláldozni, hogy ő újra élő lehessen, az nem éri meg neki. És a szavát adja, hogy nem hagyja abba a keresést, hogy újra élő legyen. És csak egy süti harapásnyira lesz attól, hogy lesznek attól, hogy újra találkozzanak. Meg különben is, kinek kell ez a Wondertart, ha ilyen haverjai vannak? Epilógus. Ja, gondolom. Ja. Igen, elviszik a Salt Bakert, bíróság elé állították. Miért kacsintott? Klink klank. Ja, hogy közmunkát végez a gnómok. Ja, mert ugye Gnomberinél, aha. Igen, akkor... Jaj... Hát ugye a hangyák, vagy a pókoknál is. Akkor volt a frigós. Igen, ott a varázsló, meg a hóember, meg a bálna, amiket dobált, azt is. Akkor ki a következő? Ezt nem ismerem föl, ezt nem tudom. Ezt se tudom. Winchester. Hát ő akkor ezek szerint egy ilyen cowboy, bár mondjuk hihető lett volna, igen. Akkor voltak a kutyák, nekik segít megjavítani a repülőt. Akkor a királya a királynővel dámázik, ahelyett, hogy sakkoznának. Kész. Volt még valamilyen pálya? Nem, talán több nem volt. És újra elkezdi építgetni, gondolom, a kis pékségét. És akkor itt vannak a bosszok. Ott van Winchester, akkor az a kutya, a varázsló, a csiga, a király, ott hátul pedig a gnóm, vagyis hát ez a yeti-szerűség. És akkor itt jönnek ugye a készítők. Hát eléggé érdekes játékot, DLC-t sikerült összehozni a játék mellé, ugye a főjáték sem volt azért piskóta, maradjunk ennyiben, de durva, durva volt. Néha az idegein táncol az embernek ez a fajta játék, de élvezetes. Nekem legalábbis nagyon élvezetes volt. Nem a legegyszerűbb, valóban. Ugye a régi ilyen 2D-s, mászkálós, ugrálós játékokhoz képest azért eléggé bonyolultabb, mert itt azért több mindenre kellett figyelni, meg hát azért nagyon különbözőek a támadási technikák, amiket az enemik alkalmaztak. Folyamatosan változott. Ez ilyen általános játékban nem mindig van így, úgy ott folyamatosan ugyanazzal az ellenféllel, ugyanazzal a mozgássorozattal találkozik az ember. Hát nem tudom, hogy amúgy lesz-e hozzá még DLC, ha lesz, akkor mindenképp
Megpróbálom. Megpróbálok vele játszani. És egyéb dolog. Szóval, ha tetszett nektek ez a játék, ne felejtsetek el feliratkozni. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik volt a legnehezebb. Hogy én voltam béna, és amúgy rohadt könnyű lett volna az a pálya. Valamint, hogy mennyire tetszett nektek ez a játék. Szóval, mostantól viszont akkor visszatérünk a rendes heti két videóra, és hát kicsit nyugodtabb lesz a hetünk, hogy már nem lesz Cuphead. Szóval, tartsatok velem a legközelebbi játékba, vagy kövessétek nyomon Geralt, vagy Geraltnak a kalandjait a Witcher 3-ban, illetve Eivor kalandjait az Assassin's Creed Valhallában. Szóval azokban a videókban még tudunk találkozni. Szóval köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltatok, és tetszett nektek ez a játék, remélem. Mindenkinek további szép napot, estét, éppen mikor nézi ezt a videót. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sick bubble gum.